hármas szabály. A maga nemében páratlan. És mire gondoltál, amit nem szabadna tudjon senki más? Nem, sokkal rosszabb. Tudod, rádióban szoktunk titkolózni. Tiltakozni akartad mondani? Igen, mert benne van az is. Tudod, miről van szó? Úgy csinálunk, mintha nem léteznének más rádióadók. De van egy nagy titok, hogy mégis léteznek. Na, látod? Itt most komolyan, konkrétan ugye arról jutott az egész sztori eszembe, és pillanatnyilag hótaktuális. Ugye minden erről szól, hogy a magyarországi Balázsék nem érkeznek meg Csekeredába, mert hogy valakik akartak menni tüntetni. Biztos-e, hogy ezért? Jó kérdés, látod, ott is szerintem el van titkolózva a történet. Tehát nekem egyébként Balázs meg, amit ő művel, a maga mikrofonja mögött, az teljesen szimpatikus. Én kollégiálisan azt tudnám mondani, hogy teljesen az, hogy van. Mennyire informált időnként is ez az ő vagy a kollégái mulasztása, mert ugye azért jól kell tudni, ha már belső titkokról beszélünk, és egyébként a hármas szabály mai kiadása az a titkokról fog szólni. Vannak szakmai titkok. Kezdjük innen talán a kategóriát, és Bence jól dobta fel az aktuális problémát, amit láttunk mindenhol, és nekem is 8 millió Facebook ismerősöm különböző csatornájáról érkezik az, hogy akkor mi a helyzet Balázsékkal is, a stábjával is, a csíki kiszállással. Na, én úgy látom, hogy ezt az egész dolgot nagyon profin, legyek őszinte szakmailag, nagyon profin kezelik. Egyrészt nincs zsigeri reakció rá. Az, hogy belül mi történik, a stábon belül ki, kinek mit mond, az teljesen házon belül marad. Ha lehet így fogalmazni, házon belüli titok, vagy családi titok, vagy szakmai belső titok. És ilyen szempontból szerintem én azt mondom, hogy ami a titkokat illeti, és ha felhozza ezt a témát, akkor hozzá kell tennem, és egyáltalán ezeknek kezelését illeti, ennek van egy nagyon finom megnevezése, ugye az ügyvédek és a jogi fogalmazás mindig szebb nevet ad a dolgoknak, az, hogy diszkréció. Nem titkoltam, nem hazudtam, diszkrét voltam. Tartja ugye a szép nyelvi görbítés ezzel kapcsolatban. Miről is van szó? Arról van szó, ugye, hogy székely embert, ugye román barátaimtól tanultam, hogy hogy lesz belőletek bűnös bozgorokból, nyilván nem így mondták. Hogy lesz belőletek román, mármint hogy székelyből? Hát átmész a határon. Tény, hogy Magyarországon volt egy darabig egy elég erős ilyen megközelítés, hogy az erdélyi magyarokat románoknak szólították. Megjegyzem, hogy ugyanezek az erdélyi magyarok, akik ezen nagyon felkapják a vizet, elég gyakran mondják felvidéki testvéreinkre, hogy szlovákok, és szerbiai magyarokra is, hogy szerbek. Ilyenkor azért nem szokott kinyírni a bicska a zsebünkbe, amikor mi mondjuk. A történet a következő. Balázsik műsorába betelefonált egy csávó Csekeredából, és bocsánat, csíkszeredaiaktól tanultam ezt Csekereda szaknyelven. Tehát azt mondják, hogy mit tudom, hogy szóba elegyedtek. Nem figyelt oda. Előfordul, közben előfordul, hogy én is elbambulok, és valami teljesen másra reagálok. Nem nagyon, amióta van kamera, lehet látni, de hát Endre ilyenkor egy kicsit így ilyen értetlen Golden Retriever fejet vág, hogy de édes barátom, várj, Jézuskáról beszéltünk, te meg jössz itt a géppuskával. Megmutatom. Igen, aki nem nézi a videóinkat, az eleve tegye meg, mert ott van az internetekben. Másodszorban visszatérve itt a saját dolgainkra, azt akartam az egésszel kapcsolatban elmondani, elkövette azt a hibát, ami egy erdélyi magyarnak azért mondjuk elég sértés, hogy mondta, jó, hát akkor köszönj el az anyanyelveden. Ez lett volna. Miután magyarul beszélgettek. Igen, mondta, hogy neki az anyanyelve magyar. Ezt azért így megértették, hogy volt utána bocsánatkérés, nem volt bocsánatkérés. Nem. Ez így csokolom. Egyébként szerintem ez a legjobb, illetve két megoldást látok ez ilyen helyzetekre. Az egyik, hogy automatikusan átkapcsolok románra, hogy limbám jár már tot már a mász magjára, mondjuk valami hasonlót jó, mondva. Jó, hát nem mindenki ezt, is Bence. Csak ez Magyarországon nem működik. Vagy pedig egyébként a srác, meghallgattam a hangfelvételt, teljesen jól reagálta, nem volt akkora az egész dolog. Na most nyilván, hogy egy csomó embert ez nemzeti érzésében megbánt. Vegyük azt, hogy mindez egy politikai kontextusban is van. Hozzá kell azt tenni, ugye, hogy Magyarországon rengetegen haragszanak az erdélyi magyarokra, politikai okoknál fogva, mert a Fidesz az csak is azért nyert választást, mert az erdélyi magyarok megszavazták. Na most ennek valószínűleg Orbán Viktor rendkívül örvendene, de nem így működik a magyar választási rendszer. Körülbelül a határon túli szavazatok egy, mondom, ájne darab képviselőt érnek. Jó. Ebbe valószínűleg, hogy benne van az erdélyi magyarok szavazata is. Rendben van.
de egy választás nem egy szavazattal, bocsánat, nem egy képviselővel szokás megnyerni, ezt azért tegyük hozzá. Tehát, hogyha a Fidesz összes ellenpártja összefogva képtelen arra, hogy egy olyan jelöltet állítson, vagy olyan jelölteket állítson, hogy ők alkossák a többséget, nagyon kellemes és nagyon kényelmes módszer ezt elverni az erdélyi magyarokon, csak egy büdös nagy hazugság. Hazugság vagy nem hazugság, titok vagy kimondott valóság. Erről is érdemes beszélni egyébként, és megmondom, hogy miért érdemes beszélni róla, mert ahogy te mondod, Bence, igazából itt egy, mondjuk az köznépi düh született ugye ezzel a Sebestyén Balázsos dologgal kapcsolatban, ami szerintem nem teljesen jogos. Megmondom, hogy miért nem. És talán itt, amit titokban tartunk és elhallgatunk ezzel kapcsolatban, hogy maradjunk a műsor gerincénél, az az, hogy miközben mindannyian székelyekként javarészt tegyük szívünkre a kezünket, és valljuk be, miközben néhány dolgot elmormolunk, vagy néhány himnuszt eléneklünk, javarészt magyarországi média tartalomfogyasztók vagyunk. És ezzel nehéz vitatkozni, mert ez a valóság, ez nem titok, ha lehetne így fogalmazni a műsorral kapcsolatban. Visszatérve arra, amit te mondasz, ha már magyarországi médiát vagy tartalmat fogyasztasz különböző csatornákról, minden hármas szabály és minden rádióhallgató, aki bennünket hallgat, köszönjük, hogy ti vagytok a kivétel ezzel kapcsolatban. Amennyiben nem ebben az idősávban, vagy nem rádiózás közben mondjuk más vizuális média tartalmat vagy online tartalmat Magyarország itt fogyaszt a székely ember, ne lepődjön meg rajta, hogy az időnként tipikusan magyarországi. Mert most, amit te felhoztál, Bence, és legyen ez nem titok, amit te felhoztál itt témaként az egész Balázsos sztori, meg a csíkszeredai, meg székelyföldi szereplésével kapcsolatban, egyértelmű, hogy nagyon szerették volna, hogy azt gondolja ő rólunk, amit mi gondolunk ő róla. Miközben ez egy teljesen távolságtartós történet. Tehát azt szerettük volna, hogy tulajdonképpen ez a média celeb, vagy az ő személye tudjon hagyományos töltött káposztát készíteni, tudjon kürtős kalácsot sütni, tudjon félrománul beszélni, és lehetőleg székely, akármelyik gyergyói, udvarhelyszéki, csíkszéki tájszólásban is minden egyes faramuci szót érteni. Gyerekek, rossz hírem van. Nem titok. Ez nem így van. Ez nem így működik. Számára titok az, hogyha azt mondod, hogy a kocsin a kábdebára meghalta magát, akkor értelmetlenül fog visszanézni. Meg még van egy-két dolog. Nyilván ez most attól függ, hogy éppen mit használunk, de én már hallottam a Givita, a Skafander, Kokon. Na most ebből az ős magyar nyelv, vagy székely kifejezésekből ezt Magyarországok nem fogja. Nem ezt akartam az egészből kihozni. Egyébként én titkon örvendek annak, hogy nem jönnek, mert ugye a reflektorfényünk mélyének, én bennem van egy szakmai féltékenység, úgy gondolom, hogy nagyobb fényt kapnának, mint mi, és ez nekem rosszul esik. Lehet emiatt rám haragudni, bevállalom, ide lőjetek, de amit Endre akart mondani, azt hiszem, hogy... Nem, el is mondtam. Nem, te azt, miért nem örvendesz neki? Ne legyen titok ebből, jó? Elmondom azt, hogy az én fejemben miről, miért lenne fontos. Mert hogyha lehozod ezeket az embereket ide, és elmagyarázod nekik, hogy biza-biza, azért mi nagyon megsértődünk arra, hogyha románnak hívnak, mert nem vagyunk azok is, de eléggé küzdünk azért, hogy magyarok maradjunk, és nekünk ez egy fontos dolog, és kapunk emiatt a fejünkre elég rendesen, alkalmasin szó szerint is, akkor egy kicsit másképp fogja látni. Csak ugye nehéz úgy ezt az információt átvinni, hogy ők most Magyarországon vannak. Egyébként valószínűleg előbb-utóbb megérkeznek ide, mert miért ne tennék meg. Én azt várom egyébként, hogy ezek a jó kis médiautak, ezek mindig hasznosak. Azt várom, hogy mi is elmenjünk például a román tengerpartra, vagy a bulgár tengerpartra. Ne legyenek nagy illúzióink a főnökség irányába, üzenjük, hogy a Kotázűrről is nagyon jó műsorokat tudunk csinálni. Jaj, Monaco hercegét meghívom interjúra. Ha kell, magyarul beszélek helyette. Jó, de visszatérve arra, amiről te beszéltél, szerintem itt egy kicsit szoros kapcsolat van a titkok és a tabu témák között. Mert minden, ami tabu... Azt vagy úgy kezeljük, mint a titok lenne. Vagyis, hogy van benne egy titkos valóság, tehát azt tudjuk a tabukról, hogy van ott egy titok, amivel nem szabad foglalkozni.
Tehát nem is szabad hozzány, meg se szabad piszkálni, hosszú bottal sem, ganyéhányú villával sem szabad hozzáérni, mert hogy az annyira nagy titok, hogy aki közel megy hozzá, azonnal megsül a lelke, vagy nem tudom, mit találjak ki most. És gondoljunk bele, hogy milyen érdekes, hogy ez egyébként babonás szinten természeti népkorunkban, mint akik most is vagyunk, csak egy kicsit digitalizáltak, természeti népkorunkban azt mondták, hogy nem mehetsz fel a Szenthegyre, mert ott laknak az istenek, és meghajítanak egy tüzes bumeránggal. És ezt úgy a törzs ne röhög, de ne haragudj, elhiszed, ha hogy... a tüzes bumerángot vagy képes emlegetni 8 óra után akárhány perccel, akkor ne mondjad, majd ne röhögj. Jó, röhögj nyugodtan. És hidd el, hogy van az a polinéz, makronéz és majonéz törzs, aki ezt kenjem a hajamra, hogy nagyjából el is tudja hinni, hogy azért nem szabad felmenni a Szenthegyre, mert tüzes bumeránggal és majonézzel megdobálnak az istenek. És ez ugye tabu, ez a hely. Na már most ez azt jelenti, hogy titok van. Tehát ami tabut jelent, ott valami olyasmi van, amit nehéz megközelíteni ésszel értelemmel, sőt hozzáértés kell hozzá, mondok még csúnyább kifejezést, szakmai felkészültség kell hozzá, Bence, hogy ezzel tudjál fogalmazni, nem fogalmazni, foglalkozni, és hát ilyen szempontból azért meggondolandó, hogy mi az, ami tabu, és miért van az, hogy tabu döntögetésről beszélünk, mert a tabu ugyanakkor tárgyi dolog is volt valamikor, az egy szép nagy oszlopként fel volt állítva, nem kötöztek hozzá senkit, de aki azt ledöntötte, az nagyon neki ment a hagyománynak. Na már most titoktartás szempontjából szerintem nagyon sok ember el kellene kezdjen azon gondolkodni, hogy hány oszlopot kell feldőíteni. De ezt egy kicsit átvitt értelemben mondtad, én azért nettósítanám, vagy magyarítanám ezt az egészet gyakorlatba. Én azt gondolom, hogyha ugye van bennünk egy kép arról, hogy mit kell rólunk gondoljanak, akkor azt a képet meg kell mutatni. Nem kell titokba tartani. A székely, ebbe egyébként nagyok vagyunk tényleg, hogy elvárjuk, de egy vakhanggal nem mondjuk. Csak Facebook. És ha a másik nem találja ki, akkor duzzogunk. De én elnéztem, mit tudom én, Botond barátomat, aki fel volt háborodva Facebookon, hogy igen, mert ez egy liberó, nem tudom micsoda. Oké, lehet ezt mondani, rendben van, lehetnek véleményeid, lehetnek elképzeléseid, de valaki egyszer megmutatta neki, hogy micsoda az igazi székely. Vagy hogy működik? Vagy van egyáltalán ilyen, hogy székely archetípus? Mert szerintem nincsenek. Egész egyszerűen itt is emberek vannak, akik nagyon-nagyon sokszínűek, és egy kicsit hátrányosabb helyzetben vagyunk, úgy gazdaságilag, mint nyelvileg, mert azért egy kicsit körbevesz ugye egy ország diszkréten, ahol mi kisebbség vagyunk, és ennek van egy hatása ránk. Nem kell ezeken a dolgokon megsértődni, hogy ők másképp látják. Pont ugye, hogy a románok is másképp látnak bennünket, és pont ugye, hogy mi is másképp látjuk a románokat, és megkockáztatom, hogy a magyarországi magyarokat is. Egyébként tegyük hozzá, hogy egy nagyon pont média által befolyásolt szemüvegen át. Igen, és mindeközben pedig a legszebb az az egészben, hogy egészen másként látjuk magunkat, mint amilyenek igazából vagyunk. Mert látod, amikor, hogy mondja a szólásmondás, mikor a foga fehérjét kimutatja, legyen az egy, mondjuk egy unga-bunga székelytörzs valahol a Délkelet-Kárpát kanyarban, egy ilyen esettel kapcsolatban, akkor én úgy gondolom, hogy itt most már nincsenek titkok. Tehát ahogy a szokás mondani, most már kihúzott vagy kinyitott bicskával dolgozunk ilyen szempontból, és ezzel szembe is kell nézni, és teljesen rendben van. Sokkal jobb, mint amikor, és megmondom, miért jobb. Jó, hogy közben sértődések, bántódások és egyéb dolgok történnek, persze nem személyi és nem testi sértésre és bántásra gondolok, egy percig ne értsetek félre, hanem jó, hogy közben ugye embereknek egy-két kijelentés, vagy egy-két másik ember hozzáállása rosszul esik. Ez benne van a pakliban. Azért ültünk le a kártyaasztalhoz, mert tudjuk, hogy van, aki kettős, van, aki ázt húz. Ez teljesen rendben van. Emellett pedig ezek a fajta bántódások és sértődések, vagy rosszul esett dolgok, amik elhangzanak, vagy én néztem a Facebook kommentáradatot, nagyon sok irányból ezzel az esettel kapcsolatban, nagyon jó, hogy nem maradt titok. És elmondom, hogy miért. Ha titok maradt volna, vagy ha bent maradt volna, és nem lett volna ez vokalizálva, verbalizálva és billentyűzizálva, akkor valószínű, hogy nagyon sok emberben benne maradt volna egy csomó feszültség.
ezzel az egésszel kapcsolatban. Adjuk ki magunkból, engedjétek ki, gyerekek. Tehát nincs, amit itt titkot, titokra és elhallgatásra halmozni, főleg amikor ilyen alapvető emberi érzelmekről van szó, hogy nemzeti, egyéb székelyöntudat, egyéb, stb. Alulvonás, amit akartok dátummal ellátva. Nem, ez ki kell menjen, ez ha hiszitek, ha nem, akkor is, hogyha nagyon sokszor szembe megyünk a gyűlöletbeszéddel, őszintesség szintjén, főleg online térben, ezzel mindannyian találkoztunk, az legalább őszinte. Az nem titkolózó, nem bújik el, nincs semmiféle fajta, hogy mondjam, intrika és semmiféle szervezés benne, az egyszerűen zsigerből így jött. És szerintem ez jobb, mintha valaki egy nagyon ilyen langymeleg, középvonalon elhúzódó, angolna-szerű véleménnyel előállna. Nem, ha már itt tartunk, tartsunk itt. Jó, rendben. Azt láttad, hogy Gábor kollégánknak volt ezzel kapcsolatban egy Facebook bejegyzése. Igen. Engedelmével, valószínűleg nem fogjuk most ezért felkölteni. Köszi, bocsi. Fel fogunk egy-két hozzászólást olvasni, mert vannak ilyen visszatérő hozzászólók, és hadd akkor András véleményét tolmácsoljam. Azt mondja, saját véleményemet Balázsról megtartanám magamnak, de amikor először meghallottam a hírt, az volt az első gondolatom, hogy ez egy nagyon furcsa, nagyon nem jó ötlet, ismerve a közvéleményt. Mm-hmm. Itt ezt azért... Tehát volt már előzetes közvélemény. Furcsa, hogy se a Sörnél, se a Csíkszeredai önkormányzatnál nem számítottak erre. Az ember azt hinné, hogy legalább az utóbbi valamennyire ismeri a saját választó és adófizető polgárait. Isten őriz attól, hogy valaki meghívja a jelenlegi pápát, ugye tudjuk miért. Igen, egyébként ezt is láttam. Emlékszel, ki volt, emberek mondták, hogy ez nem a mi pápánk. És így gondolkoztam, hogy egy darab katolikus pápa van, akkor ki lehet az? Tehát, hogyha nem ő. Na mindegy, folytatja a másik dolog. Ők várják a következőt. Igen, itt egyébként lehet. Hát, most ez megint olyan. Még egy másik hozzászólást hadd olvassak. Szabolcstól jön, azt mondja, hogy ez nagyon nem jó megítélése a székelységnek. Bocsánatot kért akkor is, és most is. Ez a műsor másról szól, és az, hogy nem jönnek, az, mert provokálni akarja pár személy a műsort, az nem oké, röviden zanzásítva a dolgot. Nézd, én ezt egyébként hozzátenném. Meggyőződésem, hogy Balázsékat sem szereti mindenki, úgy, ahogy minket sem szeret mindenki. Mert valakinek az én stílusom sok, van akinek a te stílusod sok, van akinek a Józsika stílusa sok. Ezen megint fel lehet háborodni, de hát ugye presszerék már rég elénekeltek, hogy nem szeretne, elénekelték, hogy nem szerethet mindenki. Ezt el kell fogadni. Én személy szerint egyébként, hogyha a magyarországi általános Rivalda fény egy kicsit Székelyföld felé fordulna, akkor arról azt gondolnám, hogy hasznos dolog. Egy kicsit kezdjünk el beszélgetni egymásról. Ne azt lássuk, amit a tévé megmutat, és, vagy amit megmutat egy-két sajtóorgán, és valljuk be erősen tendenciózusan, illetve nagyon sok esetben nagyon tendenciózusan. Igen, és itt azért eszem, hogy ha már tabu témáknál, és titok, vagy hogyan lehet erről beszélni, nem szabad elmondani hangosan, című témáknál tartunk, akkor az nagyon-nagyon fontos, hogy végre vegyük észre, hogy nem mindenki tud rólunk mindent. Nem vagyunk mi Székelyföldön akkorák, hogyha elmész, ahogy az előbb is mondtam, a Majonéziába, és a Szent Hegy alatt, ahol tüzes bumerángok érkeznek az Istenek kezéből, elmész oda egyből, ja, persze, hát az a Gyergyó széki áfonyás pálinka, az milyen. Tehát nem, egyszerűen nem így van. Ez már és lehet, hogy Brailán meghalt ez az elképzelése. Valószínűleg, hogy már úgy Fráncsánál kezd vékonyodni a majonéznek a sűrűsége. De visszatérve erre a történetre, hogy nem szabad úgy nekifutni a világnak, még Magyarországnak sem Székelyföldről, és ez ne legyen tabu, ne legyen titok, én legalábbis így látom, nem szabad úgy nekifutni a világnak Magyarországon sem, hogy azzal a prekoncepcióval érkezel meg, azzal az előképzettel érkezel meg, hogy itt most aztán mindent tudnak Székelyföldről, és mindenki tisztában van, ami nagyon törökverő és románvédő képességeinkkel, és a mi nemzet megőrző székely vastagnyakuságunkat mindenki értékeli, és vállonveregetéssel fognak fogadni. Nagyon nem így van. Nem reális, és pont az a baj, amikor nem reális elvárásokkal futsz neki valaminek, akkor ilyen vélt vagy valós sértődés a vége az egész történetnek, amit ebben a Balázsos sztoriban is látunk, úgyhogy szerintem valahol középen van az igazság. Én egy kicsit utána néztem a dolgoknak még ezen belül is. Az a baj, nem kapom annak a
korábbi Index, most Telex szerkesztőnek a nevét, nem itt eszembe, talán valami Fanni, édes mindegy. Egyszer írtam neki egy levelet, mert írt körülbelül egy olyan cikket, ami hát ugye nagyjából úgy mutatta be Székelyföldet, minthogyha a makronézia és majonézia közti szűk mesdjében húzódtunk volna meg. Hát enyhén ilyen atavisztikus életmód, amit akarsz. Hát éppen már kijöttünk a barlangból, de még bálványokat tisztelünk. Tehát körülbelül ilyen megfogalmazás volt, és egyszerűen dűbegurultam, mert tehát valami annyira falcs képet adott, és igaziból ezekkel a dolgokkal kéne leszámolni. Inkluzív arról, hogy hogyan néz ki itt az élet, tehát ezt jó lenne megmutatni. Nem tudom, hogy mi például nem tudunk, úgy vettem észre, nekünk nincs arra lehetőségünk, hogy áttörjünk Magyarországra. Egyszerűen nem olyan kérdéseket, nem olyan perspektívákat tudunk megmozgatni. Azért tegyük hozzá, hogy Erdélynek van egy ilyen dolga, hogy itt jól el voltunk, az, hogy jól el voltunk, nem, a szász, a magyar és a román mindig utálta eléggé egymást, de ez azért még ahhoz belefért, hogy nem ütöttük a másikat agyon, sőt, hogyha úgy volt, esetleg odaálltunk, segítettünk neki. Ez egy olyan dolog, amit Magyarországon nem nagyon fognak megérteni sose, mert egyszerűen ott ugye van egy homogén nagy magyar massza, azt abban, ami elég homogén, valljuk be, az másrészt, hogy mit tudom én, Kleinheislerekkel van teli az ország, de ez se egy baj, tehát ők magyarok. És pont. Ezt, jó. Tehát, hogy egy kicsit másképp működik, mint nálunk. Na mindegy, szóval ezeket a különbségeket, ezeket alkalmasint olyan, hát valamilyen történelmi titokfátyol lengi körbe. Igen, és hát tulajdonképpen egy kulturális egymást megértési hiány, vagy tudáshiány is benne van a pakliban, mert valljuk be, mindenki, és most itt nem titok, ha már titok és tabu a témánk mai, mondjuk azt jelvénye vagy címere, nem titok az, hogy nagyon sok, és ezennel is köszönet és hála mindenkinek, aki erdélyi kultúrkörből vagy Székelyföldről nagyon azon dolgozik, hogy kifele is mutassunk valahogy, és kifele is látszódjék az, hogy mi kik vagyunk tulajdonképpen. Az identitás közlés nem egy egyszerű műfaj. Nagyon bonyolult, főleg akkor, amikor kisebbségben vagy. És ezt nem én mondom, ezt szakavatott szociológusok mondják, hogy a legtöbb erőfeszítésünk arra elmegy igazából, hogy önmagunkat és kultúránkat, nyelvünket megőrizzük, gyermekeinket neveljük, hagyományunkat, történelmi vallásainkat, egyházainkat, stb. Valamilyen szinten életben tartsuk, és még emellé pluszba oda kéne tenni azt is, hogy kifele jól kommunikáljunk. Nem egy egyszerű dolog. Egyébként Balázs, bocsi, nem mi voltunk. Ezt akarom a végére oda tenni. Én még egy dolgot oda tennék a végére. 0726 71 99 66, és igen, megtaláltok bennünket Facebookon is. Írjatok! Hármas szabály. A maga nemében páratlan. Titok vagy nem titok, Bence? Diszkréció vagy nem diszkréció? Titoktartás vagy nem titoktartás? És gondoljunk bele, hogy van ilyen, hogy államtitok. Ez a legkedvencebb kifejezésem, ezzel fogunk foglalkozni majd a következőkben. Rendszerint azt mondják, és ez olyan, mintha a szülő beszélne a nem nagykorú gyerekével, azt mondják, vagy úgy tartják, hogy ha azért tartottuk titokban, fiam, mert nem vagy még elég érett ahhoz, hogy ezzel foglalkozzál. Na már most amennyiben például három aszteroida érkezne, hogy elpusztítsa a fél kontinenst, én úgy gondolom, hogy államtitok, nem államtitok, én megköszönném, ha szólnának. Tehát, hogy van azért a titoktartásnak, vagy a titokban tartásnak egy olyan határa, korláta, ahol azért a piros lámpa úgy időnként kigyul az ember számára. Igen, ezt még van egy titkunk, de azt majd következő órában lőjük le, még van idő előttünk, úgyhogy ezt ki is fogjuk használni. Tudod, mi volt a titok? Valamikor, hát tizedikes lehettem, tizenegyedikes, valami ilyesmi. Néztük a tévét családilag. Papa, mama, nagymama, ahogy illik, és hát valami olyan film volt, hogy a hölgyike, ez a Céda, ezek a hollywoodi erkölcstelen nők, nem elég, hogy levetette a ruháját, képzeld el, levetette a melltartóját. Nagymamám gyorsan rászólt, Bencike, takard el a szemed! Mire te így ekkora szemekkel nézted a Didit, gondolom. Hát most egy tizedikes legény, na, azért, hogy mondjam, tehát nem a középkorban nőttünk fel, bocsánat, akkor már valószínűleg az ma meg volt házasodva, de mindegy, tehát amikor én voltam tizedikes,
azért már léteztek erre filmek, ahol ennél többet is megmutattak egy lányból, ha jól emlékszem, de nem biztos. Nekem van erről egy elméletem, nem biztos, hogy helytálló. Javíts ki, ha te férfiként nem így gondolod, Bence, és kedves hölgyhallgatók, javítsatok ki, amennyiben nem így gondoljátok, hogy a nőnek az egyik lényeges lételeme az, hogy titokzatos, sejtelmes legyen. És pont emiatt, hogy tudod is, hogy ki vagyok, nem is tudod, hogy ki vagyok, ezzel a kíváncsiságunkat, a férfiúi kíváncsiságot próbálják felhergelni, nálam már fölösleges, csak szóltam, de visszatérve a dologra, ezért találták ki szerintem a női divattervezők a csipkét. Mert szerintem, ha van titok a világon, akkor a csipke és a fátyol olyan találmányok, Bence, amik arra hivatottak, hogy mutatom is, nem is. Mátyás királyféle okos lány, értem én. Igen. Hoztam is ajándékot, nem is. Van is kalickában galam, nincs is. Tehát, hogy valamilyen szinten a titokzatosság és a titoknak a kutatása, vagy a titok iránti kíváncsiság felhergelése az emberi lényegünk alapeleme szerintem. Igen, persze van az, amikor a titkosítani és nem titkosítani, teasingelni, csalogatni akarnak olyanok, akiknek a TikTok tartását azért nem vennénk TikTok zokon. Tartása? Igen, Harry Potter és a TikTok kamrája, ez egy másik történet lenne. Na de azt akartam mondani, tudod, van ennek a csipkének az, hogy valamiért nem az viseli, akinek kíváncsi lennél a titkaira, hanem az, akit igaziból nagy-nagy titokként megőriznéd. Vannak, nem más, múltkor láttam egy pasast egy csipke felsőbe. Nem vagyok egészen meggyőződve, hogy nem volt odafönn egy kicsit a kábelezés összekuszálódva. Én azt hiszem, nem másért, de nem úgy nézett ki, mint aki ezt valami mély meggyőződésből vette fel, hanem ez volt elő, vagy valami, és persze az is lehet, hogy az illető csak lezser. Na ez az igazi titok. Miért van egy pasason egy csipke felső? Sörpocakkal azért valljuk be, hát nem a legszexibb. Nem arra gondoltam, hogy enyhén ilyen most hogy hívják, ez a crossdresser, ugye ez a szaknya kitermelésre, az, aki férfi, férfinek is azonosítja magát, de valamiért női ruhákat vesz fel. Tehát, hogy nem ez a sztori volt, szerintem ott annál nagyobb volt a baj. Jó, én szerintem teljesen mindegy, hogy minden, hogy ki milyen csipkét, vagy nem csipkét, vagy fátyolt, vagy hártyát vesz magára, mindenkinek a maga döntése szerint. Én azt szeretném, hogy az ilyen nagyon félreértelmezhető csipkés, meg ilyen fátyolos öltözékek mellé például ne legyen egyáltalán csipkés egy állami dokumentum. Tehát ami az átláthatóságot illeti, ugye, ha már lehet a titok és az átláthatóság között párhuzamot vonni, én azt szeretném, ha nem volna, láttál Marianne, mondjuk FBI vagy CIA dokumentumot, hogy fele ki van fekete satírozva? Bocs, van ilyen, nézd meg a kommunista dossziékat, amit mondjuk édesapádról jelentettek, az is olyan, hogy azért ott a fekete marker az nagyon működött. Na, ott nem szeretjük a csipkét, a nőkön viszont igen. Itt most megállunk és zenét hallgatunk, folytatjuk a titkokat mindjárt. Hármas szabály, a maga nemében páratlan.